Jó reggel. Fantasztikus jó reggelt kívánok nektek, mert én még nem vagyok túl az éjszakán. Én sem. Valaki szokás szerint, nem tudom miért ilyen nagy meglepetés, ez nekünk ugye nem aludt. De ezért az extra volt szerintem. Nagyon sokat nem voltunk éjszaka. Nagyon. Volt például egy 4:30-tól 4:45-ig tartó etap. Ez legyen a legnagyobb baj! Induljon a nap! Jöjjj! Most kávét kérek. Na hát ilyenkor úgy szokott zajlani a reggel, hogy Oliver megy játszani, Rami meg megy kávét készíteni az úrnak. Ilyenkor együtt szoktunk elpakolni amúgy az estéről maradt koszos, meg tegnapi dolgokat, és akkor ilyenkor kávézni szoktunk, amíg Oliver játszik. És már át is fordult, és ő már el is kezdte ezt a mai nagy menetet. Ilyenkor ezt szokott reggel fogadni. Nagyon szép lesz ez már megint. Hol az a kávé? Te mit nézel itt? Mindjárt fel kell a napocska. Én is lesárkálok, úgyhogy... Szevasz, pocok! Már az a terv, hogy csinálunk egy ilyen napi vlogot, megmutatjuk, hogy hogy telik egy napunk. Ugyanis ma pontosan egy hónapja vagyunk itt Ausztriában, karanténban. Teljesen új a helyzet, és akkor elmondjuk, hogy mi is van így, vagy hogy éljük meg ezt az egészet. Plusz egy kicsit így a mozgást is már szeretném belevinni a videóba, szeretnék majd nektek ilyen otthon edzős tippeket adni. Úgyhogy megmutatom, hogy mit mozgok egy nap, nem ilyen durván, tényleg egy tök átlagos napomat fogom megmutatni. Meg hát kicsit beszélgetünk. Valaki szerintem első két mozdulatból be is kakált, mert valami kis büdösre eszméltünk fel Ramival, hogy Rami, vagy Dani, mi történt? Aj, nem sikerült meginni egy kávét egy leüléssel, de hát mikor volt ilyen utoljára? Hogy kell azt? A reggeli testmozgásunkat akkor szoktuk elkezdeni, amikor Oliver az első pihenőjét vagy alvás idejét tölti a reggelizés után. Van Raminek egy nagyon jó videója, itt a jobb sarokban most meg tudjátok nézni, ez egy ilyen reggeli átmozgató edzés, és nagyon ajánlom nektek, mert sokkal jobb napotok lesz tőle. Ezek leginkább nyújtásokból, légző gyakorlatokból áll, úgyhogy... Felfrissíti az egész testet. Pontosan. Úgyhogy a mai nap ezt csináltuk meg, plusz ami nélkül nem indulhat el a nap, az láthattátok Instán meg lett videóban is mondtam, hogy a derekammal, a hátammal volt egy-két nagyon rossz hetem, és én azóta ezt nagyon komolyan veszem, és minden reggel alaposan átmozgatom. Tehát lényegében így bemelegítem a törzsizmaimat, mélyizmaimat, kórizmaimat, így felkészítem a napra, a folyamatos terhelésre, például, hogy Oliver cipelem, és enélkül tényleg nem indulhat el a napom. Egész nagyot aludt, vagy hát egész nagyot alszik Oliver, mert a mozgás után még egy kicsit dolgozni is tudtunk, és még arra is lesz időnk, hogy reggelizzünk egyet. Dani épp most gombás rántottát fog csinálni, szarvas gombával megspékelve. Munka alatt meg azt értsétek, hogy... Videót vágtunk neked. Igen, és az enyémet már láthattátok is, a biciklis videómat. Kíváncsi vagyok, hogy tetszette. Na és én milyen videót adtam ki? Te miért? Hát a harmadik karantréningemet, úgyhogy ha még nem láttad és nem csináltad meg, akkor gyerünk! Reggelire általában ilyen tojás készítményeket szoktunk enni, szendvicseket, meg Rami készített házi granolát, és ezt szoktuk még gyümölcsökkel, magokkal, meg smoothie-val, meg magokkal megspékelni, és nekem az egyik kedvenc reggelim. Úgyhogy jó étvágyat kívánok magunknak. Elkészült a bajnokok reggelije. Kérlek szépen egy kis vargányás, vagy valami, nem tudom milyen gombás, szar. Vargányás. De hogy egy nagy hányás. Ismételten is baba alszik, úgyhogy mi megmozgunk. Na hát az történik most, hogy hát mivel a barátaimmal nem nagyon tudok találkozni, ezért ilyen pár naponta szoktunk videó hívást csinálni, és mindenki beszámol arról, hogy mit edz. Mi elkezdtük azt, hogy minden nap minimum 100 fekvőtámaszt meg kell csinálni, és ez már szerintem vagy 2 hete zajlik.
az a minimum, minden nap beírjuk a csoportba, hogy ki mennyit csinált. Én ilyen átlagosan azért én inkább ilyen 150 körül szoktam végezni, és tök motiváló, hogy amúgy van a társaságban olyan ember is, aki amúgy nem szokott mozogni, de ő is ezt most végigcsinálja velünk, úgyhogy én ezt tudom nektek most ajánlani, hogy páran így fogjatok össze, vagy csináljátok akkor csak velem, hogyha nincs kivel, és ti is minden nap csináljátok meg 100 fekvőtámaszt. Én 50-esével szoktam csinálni, szóval így, amikor van egy kis időm, akkor 50 fekvőtámaszt lenyomok, azt is ilyen 2-3 részletben, és akkor megcsinálok egyet így reggel, megcsinálok egyet ilyen dél körül, meg amikor így a főbb edzést csinálom, meg fürdés előtt szoktam még egy maradék 50-es letolni. Tök jó kis rendszert ad a mindennapoknak, úgyhogy csináljátok meg! Egy valamit árulj el nekem, drága szerelmem, hogy most ez mi volt ez az előző. Hogy figyelem. Plusz ez itt mit keres? Érlelem a banánt. És ezt szerinted így szokták? Nem tudom. Hát az... Megpróbálkozunk. Na mi jön most? Végre valahára megcsináltam végre a smoothie-t, mert nagyon éhes vagyok. Úgyhogy most egy ilyen egészséges smoothie-t fogok csinálni. Na. Rami mondta, hogy nála lesznek ilyen tuti újabb receptek, úgyhogy én nem is árulom el most teljesen, hogy mik vannak ebben a csodálatos lögyben. A lényeg, hogy ezt ide kiöntöm. Ebbe beleszórom a granolát. Ami már Raminál van amúgy, vagy van ilyen recept, ezt a leírásba leteszem. Erre még amúgy magvakat lehetne rakni, de már van benne egy csomó, azért egy kis mandulával megspékelem. Én szoktam rászórni kókuszrekeléket, fehérje porral szoktam még felturbózni, és nagyjából ennyi jó étvágyat kívánok. Nyugodtan ősd még nyakon, ne sporolj. Nagyon finom viszont. Kijam lett. Jaj. Úgy volt, hogy most edzünk Ramival egy hatalmasat, de Oliver finoman jelezte, hogy igényelné a figyelmünket. A mozgás, bocsánat, és ezt figyeljétek, hogy mit tanult. A kúszással már lenyűgözött minket, de van új dolog, figyelj! Ülve játszik ez a kis tündér. Az a kis törpentyű már itt terpeszülésben nyomja a hatalmas nagy játékokat. És hát még azért látszik, hogy remeg a kis teste, úgyhogy ez biztos, hogy nagyon fárasztó lehet neki. Igen. De tényleg ügyesebb napról napra. Nagyon büszkék vagyunk rá, és a mindennapokban annyi boldogságot kapunk tőle, hogy mindig megtanul valami újat. Hát, nagyon jó itt egyébként. De majd egy kicsit később, majd a videó vége felé erről akartam is veletek beszélni, ugyanis egy hónapja vagyunk már itt, hogy is vagyunk, meg így elmondjuk, hogy mit érzünk most ezzel az egész dologgal kapcsolatban. Szia, Törpe! Na de, Ramikám, csapatunk most már egy jó edzés, mit szólsz? Alig várom. Mire edzünk? Szerintem legyen minden. Átmozgatós, teljes test. Jó. Mondd azt, te 3 gyakorlatot, meg én 3-at. Jó. Jó? Kezdjük. Mi az első feladat? Ennek nem tudom a nevét. Mutatom, jó? Jó. Fú, mi ez? Brékes vagy? Az a kézenállás, az elég gyatra. Ez nem kézenállás. Ez nem kézenállás. Mint egy vergődő ló. Na, ezt egy percig. Jó. Jó az az almás tudsz. Nekem a kedvenc ízem. Na, a feladat az, hogy egy percig Grammy rúgózhatja Olivért, én csinálom a gyakorlatot, majd csere. Várul látom. Majdnem fejbe rúgtam. Most kezdjük. Hát ez király volt, te jössz, szívem. Úgy egész fárasztó volt, jöjjön a következő. Igen, Ramikám, igen. Ilyen cifra gyakorlatok? Akkor jön a következő. Most ahogy szigorsuk meg, egy más rész van. Jézusom. Ebből 10 darab elég, nem? Öt. Úristen. Jó. Szép van. Hajrá. Szeretnétek, ha csinálnánk egy teljes ilyen videót, ahol egymás edzését csináljuk, vagy egymást szivatjuk? Írjátok le kommentbe, hogy mehet egy Dani vs. Rami.
Hát én nem fogjuk befejezni szerintem ma az edzést, úgyhogy most le fogunk edzeni külön, meg ezt gyorsítva rakom, mert így egy 20 perces videó lesz, úgyhogy most edzésre fel. Rami maradt bent, mert Oliver nem aludt el, úgyhogy ő bent erősített tovább, én pedig kijöttem a teraszra, és itt gumikötéllel erősítgettem egy kicsit. Azt nem mondom, hogy az idei lesz a legjobb summer body, de elég jól át lehet mozgatni ezzel a gumiszallagos gyakorlatokkal is, én nagyon szeretem őket. De amikor Rami ezt a narrálást meghallotta, hogy ő bent edz, gyors meg is fogta a cokmokját, és kijött hozzám edzeni. Bent kis pocok hangokat hallottam, úgyhogy olyan. Szerintem ennyi volt az edzésünk. Oliver! Na de most, hogy végeztünk az edzéssel, én szeretnék egy hatalmas köszönetet mondani a Sciteknek, ugyanis három ilyen nagy doboz érkezett a kedvenc termékeinkkel. Oli, de mászott? Ezek például az eszenciális aminósavas, koffeines, ilyen edzés előtti és közbeni por, van egy ilyen BCL-glutamin, amit nagyon szeretünk. Érkeztek ilyen energiaszeletek, izotóniás italosok, bringázáshoz és futáshoz, akkor a Recovery Complex Plus és a Sima, ez is ilyen állóképességi sport utáni ital. Hopp! És Rami, ott a nagy kedvenc. Ezt még nem is kóstoltad. Ez kérlek... Ez meg a vegán fehérjém, amit már alig várok, hogy megkóstoljak. És ez brutál finom. Fehérjém is, amiből én most fogok is. Egyiket már kibontottam. Egyet inni. Úgyhogy tele nagyon szeretnénk nekik megköszönni, és ezen kívül amúgy képzeljétek el, protein palacsintákat kaptunk. Kesudióvajat is kaptunk, meg zabot is, úgyhogy nagyon jó. Meg vitaminokat, úgyhogy hatalmas köszönet nekik. Na de Ramikám, most pedig amit ígértünk a videó elején, bocs, beszéljünk arról, hogy hogy is telik nekünk itt az idő, ez az egy hónap, hogy értékeljük, élvezzük-e, szenvedünk-e, mivel mi újság. Látom, maradt még energiát ez a nap után. Ja, bár egy kicsit azért elfáradtam. Na de, így napra pontosan egy hónap után, Rami, hogy érzed magad? Én továbbra is egyébként nagyon jól érzem magamat veletek. Csak egy negatívum van, hogy hiányzik a család. Nekünk kialakultak a kis rutinok, ráadásul Olivért ide két hónaposan hoztuk először. És azóta szerintem az első összefüggő egy hónap, hogy egy helyben van, szóval mindig utaztunk mindenfelé. Igen. Gyula, Pécs, ide Ausztria, Kispest, és... Kispest, szóval egy kis Budapest is, és rajta is látszik, hogy most már talán... Kiegyensúlyozottabb. Igen, így mondanám. Meg amúgy mi is. Én egyre jobban beleszakok a főzésbe például. Meg a takarításba. Meg a takarításba, igen. Tehát, hogy otthon azért más volt, mert sokszor rendeltünk kaját, vagy éppen főzött nekünk anya, a te anyu, stb. Tehát, hogy így most meg én vagyok a háziasszony itthon. Jó lenne ez a hely, ez a környezet csak a barátainkkal, meg a családunkkal. Igen, aki tudná nekik mondjuk hétvégente jönni, vagy... Igen. Hát igen, az hiányzik. Meglátogatnának minket, az tök jó lenne. Na figyú, mára szerintem ennyi. Remélem, hogy tetszett nektek a videó, és egy kis kedvet kaptatok a mozgáshoz, meg hogy egészséges kajákat készítsetek. Elég jó számban gyártjuk szerintem a videókat, lassan ilyen heti kettőnél tartunk, úgyhogy hamarosan találkozunk egy következőben. Sziasztok! Sziasztok!